Az ifjú Jászberényi Tehetség Koncz Gábor a Magyar Képzőművészeti Egyetem Bukta Imre és Kis Péter festő osztályába jár. Az ő szervezésének köszönhetően láthatjuk nyári alkotó táboruk alkotásait városunkban. A tárlatot július 28-án pénteken délután mutatták be a Lehel Filmszínház emeleti galériájában. A festményeket augusztus 27-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Koncz Gábor gyermekkorától kiemelkedett képzőművészeti tehetségével társai közül. Előre kijelölt útjától nem tántorodott el, sőt, egyre ölesebb léptekkel halad előre és veszi az akadályokat. Most éppen a Magyar Képzőművészeti Egyetem Bukta Imre és Kis Péter festő osztályába jár, melynek nyári alkotótábora zajlott júliusban. Az ifjú alkotó az itt készült friss művekből válogatott, és az előző fél év alkotásaival vegyítve egy érdekes tárlatot hozott el a Lehel Filmszínház tetőtéri galériájába. Igazából ez egy osztálykiállítás, amit a Bukta Imre mesterünk jóvoltából élvezhetünk, hiszen ő a osztálynak a vezetője. Ezt hoztuk le most Mezőszemerei művésztelepről tulajdonképpen. Ez egy válogatás. Itt vannak új munkák is, amik most készültek az elmúlt héten a művésztelepen, illetve az elmúlt év válogatásából hoztunk ide Jászberénybe. Nézzünk magunkban, belső felhőn mosolyog most vissza, és egy kiállítás befelé nyílik. És a beállítás ezennel így van. Nagyzopán fotóművészt, költőt is inspirálta a kiállítás. Performanszát látva és hallgatva fontos eszencia hangzott el itt-ott elrejtve a hangulati felfestésekben. Utóbb talán a legfontosabb mondat az volt, hogy a kiállítás nem meg vagy ki, hanem befelé nyílik. Mint befogadó néző a szerkesztő, ezzel egyetértve tekintette meg a képeket, melyek közül akadt olyan, ami már a lépcsőről beszippantotta az érdeklődő tekintetet. Igazából én Gyöngyös-Solymosról jöttem, tehát nem pesti vagyok, ez egy kis falu Gyöngyös mellett, és ottani túráimból, sétáimból merítettem ezt a képet, fotó alapján készült, igazából tanulmány jellegűnek tartom, de igazából ez az eddigi legjobban sikerült képem, és rengeteget dolgoztam vele, kb. 2-3 hónap volt ennek a megfestése. Ez a jól sikerült korábbi munkák egyike volt, de nagyon friss alkotást is találtunk a kiállított munkák között. Borús Ádám pixel érzelmei gyakorlatilag is elhagyják a vászon két dimenzióját, hogy megmozgassák nézői képzeletünket. Az az, hogy több értelműség legyen, tehát itt most, amit látunk, olajfesték áll ki a vászonból tulajdonképpen, ami egy ilyen pasztúzus réteget hat, tehát ilyen viszonylag háromdimenzió is, de ugyanakkor térben is lesz egy téri hatás, de ugyanakkor ez egy lenyomatnak is, tehát nem is azt mondom, hogy lenyomat, hanem egyfajta ilyen, kicsit ilyen grafikai eljárással készül egyébként ez a kép, de én tőlem nagyon távol áll a grafika, inkább a festészet, de hogy a maga az eljárás az én grafikusosabb egy kicsit, talán úgy mondanám. Fontos számomra az, hogy reduktíve használjam a színeket, tehát hogy nem akarok nagyon ilyen, nagyon nyers, tömör színeket, általában egy ilyen színes szürkésebb világból táplálkozom. Mit tapasztalt a mester, mennyire inspirálta az osztályt az, hogy együtt voltak, ettek, ittak, főztek, jól érezték magukat és úgy alkottak? Én azt nagyon szeretem, hogyha egymás oktatásnak egyetlen előnye van, a közösség. Nem az az ismeretanyag, amit összeszednek. Mondjuk Gábor ennek az egyik motorja, ő csinálja a legjobb diszkót, és ő rendezte ezt a kiállítást is. Koncz Gáborról van szó.
Ebből elmondta nekünk, hogy a szűrési elv a teljesség volt, lehetőleg minél teljesebb képet mutasson a kiállítás. Mit mond ön, sikerült? Igen, abszolút sikerült. Ez a Gábor válogatása, de nagyszerű válogatás. A hely mérete az adott, nagyon jó válogatott. Ők már nagyon profi munkákat csinálnak, bárhol megállná a helyét, bármelyikőjük videója, festménye. Büszke? Én igen, igen, mondjuk gratuláltam is neki. Nagyon büszke vagyok. Nagyon, de tényleg, komolyan mondom. Nem, én nem viccből mondom ezt, én gratuláltam a Gábornak is. Köszönöm szépen. Hogy ne hízik a májam? Persze, de tényleg, baromira élvezem. Amikor felnőttként kint mondtam, a Zolival beszélgettem, hogy mi a pedagógia, mi a tanárság, mi a nem tudom én micsoda. Semmi más. Szokrátesz mondja, senkit semmire nem tudok megtanítani, csak elgondolkodtatni. Na, őket például el tudtam gondolkodtatni. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Bukta Imre és Kis Péter festőosztályának kiállítását augusztus 27-ig láthatják az érdeklődők a Lehel Filmszínház emeleti galériájában.